A kupuszini Sining Mária fiatalkora óta vonzódott a képzőművészet iránt, igazán azonban a 80-as években köteleződött el a festészet mellett, amikor részt vett a Szentendrei Vajda Lajos Művészeti Szabadiskola egy tanfolyamán. Legújabb zombori tárlatán 16 alkotását láthatjuk. Az első képek ilyen non-figuratív dolgok voltak, körök, görbevonalak, és a szentendrei hatásra ilyen madonnákat is festettem én már akkor is, tehát a kezdetén is a vallási témájú képek megjelentek a festészetbe. Ezek a figurák ábrázolhatnak valakinek a fantáziájában például családot is, embercsoportot is, félő embereket például. Ezek olyan, hogy mondjam meg, leredukált, vagy leegyszerűsített angyalok. Oda lehet képzelni a szárnyakat, ugyanaz a hatás lesz, mint most. A képeken a kupuszini népművészetben gyakran felbukkanó kék szín dominál. A kék nagyon sokat szerepelt a kupusziniak életében, a ruhájukban is, nagyon sok kék elem van, és a bútorzatban is, az ajtókat, ablakokat is kékre festették. Nézem a festőkről szóló könyveket, nagyon szeretem például Gulácsi Lajos képeit, nagyon szeretem, meg Kádár Bélát is nagyon szeretem. Mindig valami úgy megindít, de ezt nem lehet megmondani, hogy mi. Az ilyen munka iránti szeretet, vagy a képek iránti szeretet. A Siling Mária pasztelképeit bemutató tárlat május 12-ig tekinthető meg minden nap, 17 és 19 óra között a 76-os képzőművészeti csoport főutcai kiállító termében.